egy csongrád és egy pompás alkalom arra, hogy végre le lehessen égni. Ilyen lesz az ember nyaka. És ez itt minden idők legrokonszenvesebb autós rendezvényeinek egyike, a legendás Lada Cross. Kéne máshol is ilyet tartani, mert egyelőre nem tudunk arra, hogy más megyében ilyet tartanának, de itt Csongrádon elvileg minden hónapban egy vagy két futam van, az a lényeg, hogy mindenki egy minél lestrapáltabb, de azért becsövezett ladával érkezzen, és körülbelül 20-25 ezer forintot meg ne haladja a versenyistálló összköltségvetése. Szépen körbehegezték a dolgoknak a felesleges részeket, a kicserélik az üvegeket mondjuk rácsra, és aztán útszul neki. Nincsen semmi drága, felesleges izé, útszolás, milliók ráköltése és az emberek eltávolítása az autósporttól az anyagi különbségek által, hanem egyszerűen mindenki pompásan érzi magát. A legfontosabb egyébként követendő példa, hogy a csongrádi önkormányzat támogatja a versenyt egy területtel, tehát magával a versenypályával ledózerolják megfelelően a pályát, aztán lehengerlik, és két traktoros szponzor folyamatosan vízfecskendezéssel szponzorálja a pályát. Mindezt azért, hogy a versenyzők ne fulladjanak meg a porban, tehát ez egyfajta ilyen esélyegyenlőségi útmutatás, hogy hátulról is előre lehet jönni, mert nem fullad meg, aki lemarad, és a nézők a Super Goal tribünről nézhetik szendvicsek mellől egyenesen azt, ami történik, és ők se fulladnak a porba. És még egy jó hírünk van, lassan termőre fordul a tavaszi árpa. Kezdjük a csomagtartónál. Kivételesen még kulcson nyílik, de szerintem ez csak a mai nap lesz így. Utána már nem. A jogsúlyelosztás érdekében egy hátra költöztetett akkumulátor. Jobb, hogyha hátul van, főleg, hogyha borulsz, itt könnyebben tud rögzíteni az akkumulátort hátul. Igen. Meg mondjuk a versenyszabályt is beleírt. És egy kis súly, az egyébként közismerten könnyű, Lada hátsó fenekben. Főleg, hogyha ki is van könnyítve teljesen a hátulja. Igen, és ez pedig itt ugye mi poroltónak látszik, arról mi már régóta tudjuk, hogy igazából az üzemanyagtank. Ez is biztonsági megfontolás? Fölborulsz, vagy bármi ütésére az autó sokkal jobban bírja ez a poroltó, mint hogyha sima lemezből heggeztesz egy tankot. A többi autóban is poroltó van? Ahogy tudom, a versenyzőket, a többieket durván 80%-ában poroltó. Itt vannak az érdekességek, ugye? Egyrészt ott van az a kis piros fogantyú, az micsoda? Áramtalanító. Az is kötelező áramtalanító. Áramtalanítson, kolléga, nehogy felrobbanjunk. Tehát akkor... Az az áramtalanító. Az húzni indító, vagy tekerni? Tekerni. Indító és ott hátul a gyújtás. Leghátul. Nem. Ez érdekel, hogy ez az, nem. Sokan azt mondják, hogy nitro, vagy valami turbo, de nem. Igen. Töltést lehet vele ki és bekapcsolni. Ugyanis ez is lovacskákat jelent. Mennyit? Kettőt körülbelül. Az volt már olyan nagyon kiélezett szituáció, amit attól sikerült megoldani, hogy lekapcsoltad a generátort és menet ott túlsz nem, rajtnál. Rajtnál mindig le van. Hát Mekré nagyon rátapadt, és akkor hirtelen lekapcsoltad a generátort, és hús, Colin csak nézett szomorúan. Még azt a önmegsemmisítőt mutasd meg, légy szíves így. Ha bármi történik, akkor oda jön bármelyik versenybíró, pályabíró, és ezt megrántja teljes erőből, akkor leáll az egész autó. Meleg már a motor? Már mentem vele. Ó, akkor viszel minket egy kört. Természetesen. Ó, jó van. Nos vamos a querer toda la vida. Egy gyönyörű sportlegszűrőt láthatunk a képen. Azt hiszem ezzel egyik tuning cég se kereste véresre magát. A D betű az mit jelent rajta? Ez kérdő szépen ez kivágás, a D betű, mert értek hozzá. Mi baja? Ez megfog. És akkor most mi lesz? Kicserélni a hűtőt. Egy egész hűtőt? Igen, onnan dolgáig. Ajjaj. Ez jó lesz ez? Bár ez viszont látod nem biztos, majd kiderül. Van a csapatban autószerelő egyébként? Vagy mindenki kőműves? Én csak kőműves vagyok, ő az autószerelő. Ennek mi baja? Ha meg semmi, ez kifogástalan. Ó, akkor tökélet. Mit szereltek? Csak fönt tudtuk, hogy hűljön. Ó, Istenem. Totálkás különben megy. Szélfelé. Megmutat egy szó, egy totálkás.
sárkára szintonom, azzal nyomtam szét. Plusz szétnyomra. 3 hetes. Király. Itt az unokád üdítője. Hogy áll a benzin magunk? Tévi van. Nem hiszem. Nem mentünk be? Szóval azt szeretném, hogy az alkoholos filccel dedikálná a jósítványomat. De ez nem jogosít semmilyen szabálysértésre. Semmi. Gyorshajtásra és gumicsikorgatásra. Köszönöm szépen. Kérem. És a rendőr meg ne lássa. Hát... Hadd ragadjam már meg az alkalmat. Hát kérem. Tegyen a mesti is, már 3 cserét jött. Felagadt Jukkán. Be kell szólni, 573-60-ra a stopba Jukkának, hogy adjanak egy macet. Mindegy, de úgy. És hozzuk egy 3-4 tűzre. Egy kis új kultúr. Még ha használt volna, úgy lehet jobb volna. Jó napot, megkérdezhetem, mit csinál? Tuning? Ja, nem volt tuning csinálok most, csak apré volt akadva a tűzszelep. Igen. És szét kellett szedni és összerakni? És már jó? Mondjuk szívülök. Ó. A benzin szűrő akadályozza. Hát az a baj, hogy koszosak a tankok. Nem fog. Hű, viszont a zsinóros sportkormány meg volt? Ez muszáj. Jó? Na persze, hogy muszáj. Jaj, kormány mondod, azt nem ide mondod. Kormány mondod, hogy zsinóros? Aha. Ja, igen. Akkor jobban bírfogni. Nem viszi? Segíti a kanyarodást? A kanyarodást nem, csak a kézcsúszást. Hát, ilyen itt a legolcsóbb megoldás. Hát mindig olcsóbb, mint egy drága kormány. Mint egy milyen kormány? Mint egy drága kormány. Teljes körű versenyélmény, amennyiben ugye egy rendes hangos autóban becsövezve, bekötve 4 pontos övben. Visszaküldtek minket sisakért, tehát ennyire nem veszik félve a biztonságot. És egyébként ezek mind értelme volt, mert az indulás után nem sokkal feltűnt, hogy szerintem kiszakadt az ülésem a helyéből, ami egyébként most megdöbbentően masszívnak érződik. Nem. Tehát ez volt a probléma. A gyorsulástól vagy a lassulástól? És a rettenetes kanyaroktól, ezektől mind. Ezek hatására nagyjából ugyanabban a pillanatban, amikor kigyulladt az ablakmosó tartály egy kisebb elektromos zárlat következtében, én ezzel egy időben rázuhantam az áramtalanítóra egy kanyarban, tehát meg is állt az autó, nem csak füst volt, és úgy tűnt, hogy mindennek vége. De aztán ugye szakértők ezekben sikerült helyreállítani minden, a mindig kéznél lévő szigetelőszalag megszüntette az zárlatot, mi pedig folytattuk az utat. És jó volt. És értékelt a felvételeket készítettél? Biztos vagyok benne, jó. Hogy egészen parádés felvételeket nagyszerű. Készítettem. Ó, és előttünk a pálya. Fűtünk egy kicsit. Ne lepődj meg, de menjél nyugodtan, semmi baj. Ne is törődj velem. Ó, felfordtunk. Valami történt. Valami történt. Na. Egy váratlan fejlemény, elpusztult a motor. De az is lehet egyébként, hogy csak az én leszakadó ülésem áramtalanított téged. Vagy elkapott valami madzagot, nem? Nem, szállat van. Szállat van. Akkor kiszállás. Mi a feladat? Nagy sártengert kell előállítani? Csúszson. Hogy? Csúszson az út csak. Jaj. Jaj. Csúszson csak. Na menjetek! Nézd már, nyithatod!
Nyissuk a csapot, kifele! Jobb kéz felé tart, akkor jobb oldalt megy folyamatosan, vagy ha bal oldalt, akkor folyamatosan bal oldalt megy. És hogyha jön a másik, akkor nem szabad elévágni. Biztosítsa azt, hogy el tud menni. Na most nem kell neki lassítani, mert hogyha el tud menni, akkor hagy menjen ő is, ha ő a gyorsabb, ha nem, akkor nem. Csak biztosítani kell neki a lehetőséget, hogy hagy menjen, ha gyorsabb. Jó, nézd rám, igen. Három kicsi laponyacska lapot le van tapozva, és az egyik kiszól. Ez nem éneklés, egy pillanat, bocsánat. Ez szavalás. Ez rappelés volt. Éneklést kérünk. Na? De mit szokott? Mióta vezet? Hát már 4 hónapja. És jó megy neki? Megy. Csapat is? Hát, csak így, egyén. Nagyon jó, mutassatok valamit, mutassatok valamit. De menj, menjél. Menjél. Vezess. Nem külön női kategóriában versenyeztek. Nem. Az, hogy most egymással egyszerre indultok, az végül is csak véletlen. Ugyanúgy férfi, csak nagy köpcentiben 1500-ös motor van benne. Abban? Abban is, ebben is. Ugye? Ja, hogy azért vagytok együtt, mert ti nagy köpcentisek vagytok? Mi nagy köpcentisek, jön még egy harmadik, meg még van egy negyedik. Régi versenyzők vagytok? Nem, idei. Azzal a kézzel, azzal, amit elmenekítettél, meg a másikkal szereltétek saját igen, magatok? Igen, saját magam. Azt a mindenséget. Nem látod, hogy tiszta kézzel vagy? Henköltétek a vasat? Persze, biztos, azt sem mondasz, de igen. Mi pedig úgy mondják. De nagyon tetszik nekünk. Egyszer már hallottuk. És mit szereltél benne konkrétan? Konkrétan? Fú, valahogy a lengés csillapított a kezdve, amit el tudsz képzelni, gömbcsuklók. A festés az enyém, teljes mértékben, maga a sógornőmé. Ha, szentség itt. Hányadik versenyed? Ez a legelső. Ja, ez a legelső. Ez a legelső. És hogy jutott el arra gondolatra, hogy egy nagy köpcentis kategóriában elindulj a csongrádi Lada Cross versenyen? Hát úgy kezdődött, hogy kis köpcentiben indulunk, de aztán azt mondták, hogy mivel nagyon sokan vannak a nagy de bármilyen köpcentiben miért? Azért, mert szeretem. Meg a kedvesem eleve már egy pár éve csinálja. Te is a pasid miatt versenyzel? Nem, én nem a pasim miatt. Te alanyi joggal jöttél rá, hogy... Hát én inkább apukám miatt. Ó, te apukád miatt. Nálunk apukám versenyzik. És a műkörmeidből ítélve nem te szereltél? Hát én is szereltem. Mit? Egy-két dolgot. Hát segítettem így festeni, inkább nem szerelni. Aha. Azért ő is benne van, de én egyébként úgy emlékszem, hogy a Timinek is nagyon szép ápolt keze volt, úgyhogy lehetséges, hogy a szerelés nem kezdi okvetlenül tönkre. Nem lesz mindenkinek ilyen hurka ujja, csak azért, mert autót szerel. Indultam egyszer szeptemberbe, azon a versenyen 18-ból 16-dik lettem, azután még egy verseny indultam, de csak az időméréig jutottam el, mert hengerfejes lett a motorom. Sajnos. Majd most. És mit szólt a két pasi, akit vertél? Hát, egy kicsit rosszul esett nekik, ugye, férfiaknak, hogy egy nő leveri. Neked viszont annál jobb. Nekem jó volt. Ennél rosszabbra számítottam. Ha, miért futnánk már mindegy?
Nem szakad ki a pelyek, ilyesek a sebesor. Nem szakad ki a csavar, csak az anyák csavarodtak ki. Nem volt a kerék meghúzva. Hoztunk neked valamit. A kerék anya. Valamit elhagytál. De a Schumachernek is így volt az első Ferrari-s verseny, hogy zöldre váltott a lámpa rajtnál, és leesett az első szárny. Úgyhogy még ebből is lehet bármi. Mit éreztél közben? Semmi. Észre se vettem. Fel se tűnt? Fel se tűnt. Ó. Fel se tűnt. Annyi tűnt fel, hogy nem bírtam váltani. Kidobta a kettest, és egyszerűen sehova nem ment. Ennyi. Ó. Fel se tűnt, én mentem volna tovább. Szép, hát majd legközelebb. Hoppás paranasztát szántottál, lehet igen látni, hogy Zoli? Merről érkeztél. De nyomjuk meg rendesen, te mehet meg! Úgy. Jó, engedd vissza! Nem látom. Jó? Jó. Jó. Oké, te mehet rendesen. Keresítjük. Egyszerűen mondhatom, hogy dicsértessék így a van. Jézus Krisztus. A szponzorod? Én a hídgyülekezetének vagyok, Csongrádon a pásztora. A személyesen a pásztor, Istenem, és a híveket nem hozott ki? Itt tombolnak, kint a sarkon. Ó, helyes. Egy akaraton. Egy akaraton, Istenem. És a Szentlélek ad néhány plusz lóerőt? Reménységem szerint igen, kétszer ezért sikerült előreállni. Több ilyen kísérleteznek ilyen hitvány légszűrőkkel, pedig semmi. Valójában... Az Úr Jézus több. Minden technikai tuningnál. Van még a hídgyűliben más autóversenyző, ismersz? Én itt nem ismerek, csak itt magamat egyelőre. De remélem, hogy lesz. Jefelé húzzuk a fiatalokat inkább. Hát a rendes hívek azok követik a pásztorukat, remélem. Tehát hogyha te a nyári élen azt mondod, hogy mostantól előre a technikai sportok felé, akkor ők mennek sűrű tömös magamban. Inkább ez, mint a drog. Az biztos. Hát inkább ez, mint szinte bármi más. Így van. Most autózunk egyet, végre mi is Lada Cross-olhatunk. Igazán rendesek, a Forma 1-en hiába ólálkodtunk, senki se adta ide az autóját. Itt a végén, másik megfelel, Balatino gumiszervíz. Enyém a sárga. Mármint megfelel, az a másik. A földi autó. Egy kicsit szintleg fejebb megfulladok. Mégis mi történhet? Átra menet! Tessék! Igen, mindig mondom a mindkinek, hogy érdemes lenne egy kis súlykontrollal foglalkozni, mert mi rajtam döcsög, pedig én egy női autóban ülök, ő pedig még a férfi autóba se fér be. Hát, ilyen korjó nekünk. Én vagyok az igazi versenyző alkat, ebből is látszik. Még semmi sincs, Benji. Nagyon húzott le. Állj meni rajta! Jó van! Mégiscsak a Baumgartner Zsoltit kellett volna hozni, ez sokkal vékonyabb. Ja! Meg jobban vezet. Huhaha! Se alumbra con la clara luz del día, desbordante de entusiasmo, de calor y de hát, dögöljek meg, ha van ennél jobb móka. Nincs, az az igazság, egyszerűen. Én is dögöljek meg, ha van ennél legjobb. Lejárunk. Van még hova fejlődni, azt hiszem. Legalábbis én így éreztem belül. Hogy én is így éreztem, de azt hiszem megszorongattuk a Csongrádi Városi Televíziót. Hát igen. Ami mindenképpen remélt az a jövőre. Annyira mókás az egész, olyan vidám. Nem, hogy az elején tök ilyen furcsa, hogy máshova viszi a kereket. Meg egy csomó olyan volt, hogy hirtelen indult, de jó. Érdemes foglalkozni ezzel a sporttal. Kormányol és egy kellemes fárasztó sport, egy kicsit be is durvántam. Hadd menjen egyet a Benji is. Jó? Benji, milyen esélyeket látsz erre a különleges futamra, ahol végül is egyedül mész?
Hát nagyon jó esélyeket gondolok, remélem nem fogom megelőzni saját magamat. Miért pont ladákkal, és csak ladákkal? Hát a lada az azért, hogy aránylag olcsó technika, nem kerül annyiba, mint bármelyik nyugati gépkocsi, és ez bárki számára úgy lehet mondani, hogy elérhető. A következő meg az, hogy házsókerék meghajtásos, és ezzel nagyon, nagyon látványosan lehet kocsikázni szépen is, úgy nem csak a sofőrnek szép ez, hanem a nézők számára is nagyon-nagyon megnyerő. Három évvel jött a gondolat, hogy összeálltunk négyen, csinálunk egy ilyen csongáli ladakusz versenyt, ahol egyenlő esélyekkel indulhat mindenki, olyan szabályzat van, ahol, hogy mindenkinek jó legyen. Ki volt a nagy négyes? A nagy négyes? Balatinus. De mint a csongrádi igen. Autóbontó. Igen, én rajtam kívül még Mészáros Jenő, Deák Zsolt és Balatinus Pál. Oh. Voltak a nyitó négyesben benne. Megfertőztétek a polgármester? Igen, igen, itten hatottunk a polgármester úrra. Kapott egy vendégkört, és utána ő is hatott. Hozzájárult, igen, hozzájárult a sporthoz, hogy egy földterületet biztosított nekünk. Ez mennyi egyébként nem az, hanem, hogy kifejezve? Nem csak az, hanem hogy lehet hatni egy polgármesterre, valami műhelytitkot légy szíves árulja. Igen, igen, lehet hatni rá, hogy megkörnyékezve, jöjjön, nézze meg, hogy mégis miről szól az az egész, mert addig még valaki nem éli ezt át, ezt a versenyt, akár beleülve, vagy kívülről, mint nézik. Beleült? Nem ült bele, de elképzelhető, hogy majd egyszer beleültetjük, és akkor még nagyobb földünk lesz. Nem mint addig rosszul szórakoztunk volna mondjuk a ladázással, de bónusznak adódott itt ez a kis Wartburg. Abból lett megállapítani, hogy nem egy egyszerű tükrözésről van szó, hogy mi két különböző ember vagyunk. Igen. Egyébként csak és az egyáltalán nem egyszerre beszélünk. Egy középpontos tükrözés. Tehát, tessék befáradni. Vezetsz kolléga? Vagy vezetek én? Mindketten, végre egyszer nem veszünk össze. De tudod-e indítani? És tudsz a sebességet? Igen, ez már megy. Ez lenne a kettő, és de szerintem ez az ügyes. Jaj. Ez az egyes. Aha. Megvan az egyes. Azt próbáld ki, ha megvan az egyes. Várjál, becsukom az ajtót, óvatosan. Hogyha én fölengedem a kukrombot, akkor is megyen. Mert akkor ez egy nálam ügyes. Aha. Na. Jó, hát. Hopp, majdnem lecsavartam a kormányoszlopot. Aha. Benji. Nagyon király volt. Oda jött, sajnos az nem volt meg képben, mert addigra már kikapcsoltuk a kamerákat, de az autó készítője meleg szavakkal gratulál. Azt mondta, érezzük, látszik, hogy ezzel foglalkozunk. Igen. Nagyon szép volt a kilincsen előre. És mennyire jó érzés volt csinálni. És kipróbáltuk első kerékhajtású és hátsó kerékhajtású üzemmódban is, és egyik jobb volt, mint a másik. És vezényszavakat alkottunk például mindketten a fal felé, háromra. Aj, Istenem. Jó, nem egyszerűen nem szórakoztuk ilyen jól. Végre, nem az az unalmas izé. Maserati, Ferrarizás, Ferrari, Viperek. Semmi. Wartburg, két Wartburg. Wartburg és Lada. Íme egy nagyrakás Best of Total Car könyv, már a második ütemből vastagabb papíron, még szebb kiadásban, mert az első mind elfogyott. Ebből lehet ötöt nyerni dedikálva, amennyiben valaki helyesen válaszol a következő kérdésre. Figyelem! Milyen autókkal mennek a csongrádi Lada Crosson? A. Zinger Chamois. B. Csizeta Moroder. C. Lada.
A helyes választ a 1797-es SMS számra kérjük beküldeni a következő formátumban. Total szóköz azaz Zinger Samoa. Total szóköz B azaz Csizeta Moroder. Vagy total szóköz C azaz Lada. Tessék nyerni! Totálkárt is biztosítjuk. Argosz biztosító.